Bródy János Amerikába járt menedzserével, Krisztina Mentlerrel, és a Krisztina hozott össze minket. Egy vacsorát csináltam a tengerparti villámba, ahol neki nagyon megtetszett a környezet és a tenger, szerelmes lett a tengerbe, és ott írta a Santa Monica című darabot, az ihlette. Engem viszont az ő dala, a filléres emlékeim ihlet meg, mert azt hiszem, ha nagyon meghallgatja a közönség, az veszi észre, hogy tiszta francia stílusú az egész. Tehát lefordítottam rögtön a dalt franciára és angolra, és mondtam, választatok gyerekek, hát rögtön a francia tetszett meg neki. Franciaországban végeztem, ott jártam jogra, és ott jártam iskolába, tehát én is otthon vagyok Franciaországban is, és remélem hamarosan Magyarországon is otthon leszek. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk. Én köszönöm, Attila, nagyon. És búcsúzzunk azzal a klippel, amit Ildi Lee rendezett, és Bródy János CD-n hallható, Santa Monica. Santa Monica. Szokásos rejtvényünk maradt hátra, hiszen a Kármen Zeneklub jóvoltából 3 CD most is gazdára vár. Levelezőlapon kérjük a válaszokat arra a kérdésre, amit Tini tesz fel. Ez egy nagyon nehéz kérdés lesz. Mi volt az ebben a műsorban elhangzott gyönyörű francia chanson eredeti magyar címe? Les souvenirs à quatre sous sont chers à mon cœur. Je n'ai pas la force de les jeter. Pourtant, ils n'ont plus de valeur. Les souvenirs à quatre sous sont de vieux amis. Ils savent mieux que n'importe qui ce que vaut ma vie. Santa Monica, au Sunset Boulevard, Vila.